Államvédelmi hatóság, azonnal nyissák ki! A rohadt anyjukat ne várakoztassanak, mert betörjük az ajtót! Nyissák már ki! Gyuri, ugorj ki az ablakon, majd üzenek, ha visszajöhetsz! Miért bújjak el? Nincs nekem semmi bűnöm. Nemes József? Igen. Elnézést, ne haragudjanak. Mi nem csináltunk semmi rosszat. Itt valami félreértésről lehet. Nincs félreértés. Itt van róla a papír. Nevezetnek a községben való tartózkodása államvédelmi szempontból káros. Jelenlegi lakhelyéről való kitelepítése és új lakhelyének elfoglalása közérdekből szükségessé válik. Akarsz még kérdezősködni? Na, takarodj pakolni. De mi a bűnöm? Az, hogy létezel! És kus legyen, mert keresztül ölöm az ennyi gyerekedet! Menjünk, jó? Öltözzetek. Mindannyiunknak menni kell. Hová menjünk, édesanyám? Nem tudom. És miért? Andris, kisfiam, azt mondtam, hogy öltöz, nem azt, hogy kérdezősködj. Igyekezzetek, gyerekek. Elnézést kérek, mit vihetünk magunkkal? Fejenként legfeljebb 50 kilót, de ne legyen több, mert lehajgálják a vonatról. Vonattal viszlek el? De hová? Mi a szent szart csinál? Azt hiszi, hogy bármit eldughat előre? Na, hívja ide a fiát! Ne! Ne bánts, csak kérem, könyörgöm! Azt mondtam, hogy hívja ide! Itt vagyok, csak ne bántsa tovább! Mindent visszahozol a szomszédból, mindent! Megértetted? Rendben, csak ne rúgja! Állj fel! Én csak gondoltam, hogy... Mától kezdve... Nem kell gondolkodnod. Biztos, hogy Auschwitzba visznek bennünket, mint a zsidókat. Annak már vége. Biztos, hogy Szibériába megyünk. Malenki robotra. Úristen. Na, elünk már! Vigyétek őket. Ödös titó bérencek, hogy dögölne meg mindegyik. Elnézést. Kérem, nem tudnám megmondani, hogy hová visznek bennünket? Nem tudom, mi csak az állomásig megyünk. Azt beszélik a Hortobágyra. Édesapám, ugye a Hortobágyon van déli báb? Saját magamat is látom majd az égen, fejtetőre állva. Igen. Ott láthatod ezt az egész fejtetőre állt világot. Bátyátok üzent, hogy itt vagytok. Mi történt? Nem tudjuk. Valakivel összekeverhettek tovább. Minket. Tovább! Maróti! Drágám! Ő nem csinált semmit. Hová viszik a fiamat?
Milyen törvény alapján? Annyira kíváncsi, menjen velük! Kérem, öt ne! Kus! Szétképetlek a kutyával! Vigyanak! Igyál, kicsim! Te is! Maga, jöjjön ide! Van itt a sarkon egy fagylaltos. Elmehet a családjával. Értem. Gyertek! 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 Gyere, kicsim! Nekem is hozzon egy gombócot. Vissza fognak fordítani minket. Ha ezt odafint megtudják, azonnal megállítják. Ilyesmi már nem történhet meg. Még nem vagyunk nyilvántartásba véve. Menjetek. Most. Köszönjük. Ha a háborút kibírtuk, Isten segedelmével ezt is kibírjuk valahogy. Most írta alá a családja halálos ítéletét. Na jönnek már. Csak nem járunk úgy, mint egy hete? Ja, azok az egész házat magukkal hozták. Utálom mind. Miattuk szenvedünk, mink is, nem Laja? Na ja, de ezek is csak emberek. Hát nekem nem. Rohadt bérenc mind egytől egyig. A büdös fattyaik is, hogy dögölnének meg. Minden nyomorúságunkért ők a hibásak. Most még enni is adnak nekik. Itt meg beledöglünk itt a munkába. Jó van, már dolgozni jöttek. Én mondom, minden miattuk van. Hát, te mondod. Csak vége lesz egyszer ennek a napnak is. Megjöttünk! Mindenki lezárja! Királyos lefelé! Királyos lefelé!
Hova visznek bennünket? Ide az egyik tanyára. Messze van? Megvan, vagy 8 kilométer is. Mi lesz ott velünk? Én nem tudok semmit, engem ne kérdezze. Dolgozni fogunk? A gyerekek is? Azt nem gondolnám. Évcskös, gyere ide mellé. Ez már a Hortobágy? Mi? Minek látszik? És hol a délibán? Bárhol lehet, de csak akkor, ha nagy meleg van. Na, fogd ezt a gyeplőt, hajthatsz egy kicsit. Segíthetek nekik? Én már itthon vagyok. Nem bírsz megülni a valagadon? Mi az anyádat fontoskodsz? Nincs anyám. Parancsnok elvtársat jelentem, a szállítmány felsorakozott. Ez sorakozott. A rendelkezés értelmében magukat, mint a jugoszláv határsávban lakó megbízhatatlan elemeket ebbe az állami gazdaságba telepítették. Így pártunk és szeretett vezérünk rendelkezése szerint megszabadítottuk az országot egy csomó fasiszta söpredéktől. Eddig maguk zsákmányoltak ki minket. Most majd mi tanítjuk meg maguknak? Úri naplopóknak, hogy mi az a munka! Példát fogunk statuálni. Munkára kényszerítjük az osztályidegeneket. A tábor területét nem hagyhatják el. És ide se jöhetnek idegenek. A területet fegyveres rendőrök őrzik. Aki szökni próbál, fölakasztjuk.
Itt fognak dolgozni. Amíg csak élnek. Itt fognak megdögleni. Az ellátásuk kollektíven történik. Bérért enni kapnak. Aki nem dolgozik, nem eszik. A szocialista fejlődés útján fogunk haladni. A lakhelyük egy juhodályban lesz, amint kilapátolták, a szart beköltözhetnek. Addig ebben a pajtában laknak. Apa, a hodályban fogunk aludni a birkák közt. Ha a kis Jézusnak megfelelt, mi miért akarnánk jobbat? Itt az asztalnál leadhatják a személyes irataikat. Aki leadta, mehet a pajtába. Hosszolj! Te, miért mondtad, hogy te már itthon vagy? Ja, kisapám, vendég nem lehetek. Azt sokkal jobban tartják. Én már hajtottam lovakat idefelé. Na és? Déli bábot láttál már? Hát persze. És milyen? Mint egy nagy víz. Tó. Az maga a déli báb. Ennyi. Nem nagy szám. Ne tolakodjon, mi voltunk itt előbb! Vigye innen a mocskos batyuját! És mi akkor hová pakoljunk? Ne rúgtassza! Nyugalom, emberek! Ahó, négy cicsi, zene mi davajna munka. Ez mit ugat? Hozzám beszél, tanuljál meg magyarul! Tegye! Itt mi lakunk! Ne nézd már az enyémet pakolátnak! Parancsnok elvtárs, jelentem! Az új emberek egymásnak mentek! Nincs elég hely. Mi a faszt gondolnak ezek? Luxusszállóba vannak! Most érkeztünk, és már is egymásnak esnek! A bajnő! A grófnő! Vigye innen a mocskos kezét! Szép! Kényelmes, összkomfortos hely. Nem látják, mennyien varrak még odakin? Így is szükösen vagyunk. Hol férnénk el többen? Majd én megmutatom. Fegyvert kézbe. Szorítsák ki őket. Gyeri felé! Kavajások! Ünés! Takarodjanak! Induljon! Takarodjon! Menjen már! Takarodjon kifelé! Szedj a lába! Gyeri gyorsabban! Azt gondolták, hogy a pesti luxusszállóban vannak. Hát kurva nagyot tévedtek. Koszlott pesti bagás. Örüljenek, hogy a népi demokráciák még ilyen helyet is biztosít maguknak. Több mint 6 méter! Két sorban kényelmesen elférnek, középen pedig a csomagok. Kettős oszlopban sorakozó! Gyerünk, emberek! Mozgás! Csomagot kezdve! Első oszlop! Lépés! Indulj! Csomagot kezdve! Második oszlop! Lépés! Indulj! Még utóbb szerencsénk lesz. Feküdj! Thank you.
Ahogy. Sok jó ember kis helyen is elfér. Sok rossz meg még kisebben. És még ágyneműt is kapnak. Egyenek aztán takarodó. 5-kor ébresztő. Ez is több a semminél. Hé, új fiú! Ki az? Elek vagyok, nem ismersz meg? Mit akarsz? Éhes vagyok, egy kis maradék étel kéne. Zsíros kenyér megteszi? Fenséges. Na mi lesz? Dugd ki itt a két ponyva között. Hol? Itt. Köszönöm. Most megyek, de holnap mindent megmutatok neked. Na mi van, új kurvák? Fürdőzünk, fürdőzünk! Jó estét! Takarodó után nincs mászkálás! Na, tűnés! Éppen jókor. Köszönöm. Mi atyánk, aki a mennyekben van. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ébresztő! Mindenki takarodjon kifelé! Sorakozó munkálosztásra! Yeah.
Nekünk is dolgoznunk kell. Nem tudom, kislányom, majd megmondják. Bármilyen munkát elvállalok. Pénz nélkül mit fogunk enni? Elnézést. Na, hova az anyjukba szépítkeznek? Nem bálba mennek. Sorakozó. Na gyerünk rohadtsűrre! Álljanak be két oszlopba! Külön a régiek, és külön az újak! Na mi az? Kérvény nyújtsak be! Nyolcas sorokban előttem sorakozó! Mit engednek ilyenkor? A személyes irataikat. Hogy? Innentől maguk is hontalanok. Földönfutók. Ki maga? Mi a neve? Nemes József vagyok. És hogyan bizonyítja? Nem értem. Mit nem ért? A törvényen kívülre került. Akinek nincs papírja, azzal többé sehol nem kell elszámolni. Ördögi az egész, amit kitaláltak. Vári Márton vagyok. De nem tudom bizonyítani. Na, mindjárt más. Brigádvezető elvtársak, most már válogathatnak. 20 főre van szükségem szénakaszálásra. Csak olyan férfiak jelentkezzenek, akiknek már volt a kezükben kasza. Na, de olyan szemérmesebb, mint a szűzleágyok! Jól fog jönni még az a munkaegység. Ne féljenek, a tábor bizalmi elvtárs vagy, mindent feljegyez. Erígy, Jóska, miattam ne aggódj, majd nekem is jut valami. Nemes József. Na, jöjjenek velem kaszát vételezni, aztán indulunk! Húsz fő aratáshoz, 10 kaszás férfi és 10 nő marokszedőnek. Menjenek a szekérhez! Kaszás Imrénél. Kaszás Ilia. Nemes Józsefnél. Horváth Katalin. Kovács Marianna. László Emese. Szerencsére. 40 fő a cséplőgépekhez. Jöhetnek vegyesen is. Két gép is van. Hozzám gyülekező. A indulás! Kicsit tempósabban, még elalszanak menet közben. Nótát! Mondjon egy nótát! Újdosik az árva madár. Az nem jó, mondjon egy másikat. Valami vidámat. 100 forintnak 50 a fele. Na, nóta 3-4! 100 forintnak 50 a fele. Egye meg a fészkes fekete fele. Hé, te délibábos fiú, itt vagy? Délibábos Nemes András a nevem. Elek Mátyás, de mindenki csak Eleknek szólít. Valahogy nem jön a szájukra a Mátyás. És a szüleid hol vannak? Anyám meghalt a háború alatt. Apám vasutas, sosem volt otthon. Amikor éjszaka értünk jöttek, épp otthon volt. Mi? És most hol van? Nem tudom, 60-nál leszették a vonatról. Azt mondták, valami sztrájkot szervezett. Na, körülnézünk? Jó lenne. Látod azt a két fiút ott? Laci és Ede. Testvérek, az apjuk jegyző volt. Mint az enyém.
Tudod, miért kerültek ide? Mert Sztálinnak nevezték el a kutyájukat. Ő meg Adolf. Még csak 15 éves, de igazi partizán. Partizán? Ezzel a névvel? Ez jutott neki. Szavasztok! Szavasztok! Miért hívtál? Mit szólnál le egy kis felderítősdihez? Az nekem való. Mi lennénk a partizánok, az őrgék meg a németek? Ez tetszik. Becserkészük őket, aztán jól kifüstöljük a bunkereikből. Na de fiúk, azért tűz meg füstölhet, jobb lenne inkább a víz. Na, nyomás a vödrökért! Én is mehetek veletek? Persze, ha van kedved. És velem mi lesz? Menj a konyhásokhoz, ott van a többi kislány is. Na, gyere! Na, gyerünk, fiúk! Már nem lehet sok hátra. Itt van! Nem menekülsz, te Fritz! Oda nézzetek! Az anyád! Ott van! Ez szórakozik velünk! Kipróbáljuk? A táborparancsnok azt mondta... Berdár messze van. Na, mit álltok ott? Nem is vagytok igazi partizánok. Gyerünk! Vissza sem eltünk. Akkor most rabok vagyunk, vagy szabadok? Állj! Álljatok meg! Csak közvetlenül a tanya és az épületek környékén tartózkodjatok. Ha ezt nem tartjátok be, akkor megbüntetik a szüleiteket. Na, indulás, partizánok! Én itt fogok meghalni. Innen mi már nem megyünk haza. Egyszer vége lesz. És te nem hasz meg. Még dolgunk van a gyerekekkel. Na gyerünk te, takarításra jelentkezel. Anya, ne engedd! Kérem. Inkább engem vigyen. Na, ne röhögtessél már. Gyerünk! Ha ha ha!
Takarodjanak a dolgukra! Gyermekem, szabad vagy. Vigyétek innen! Ezt meg vágjátok le. Ez azonnal összedőlt, gyerünk emberek a hodályba! Gyerünk! Gyerünk! Andris! Itt vagyok. Apa, miért történik ez velünk? Nem tudom. Nem értem. De túl kell élnünk valahogy. Próbálj aludni, most ez a legfontosabb. Kell az erő. Nincs itt semmi látnivaló. Tudj és innen! Gyertek innen, gyerek! Na te? Megfáztam.
Erre itt már nincs szükség. Kérem, ne. Csak azt ne. Szerencs, hogy még idejében észrevettük. Csúnyán megütette volna a bokáját. Azt kérte, hogy ne vigyék el. Adják vissza. Meg akarsz halni? Andris. Várj, bácsi. Épp hozzád indultam. Hallom, megfáztál. Ezt neked hozom. Köszönöm. Miért nem ment dolgozni? Kivettem egy nagy szabadságot. Na gyere, menjünk eléjük a határig. Látod azt a sonka alakú felhőt? Várj, bácsi. Ne kínozzuk egymást. Óriási az ember alkalmazkodó képessége. Sok mindenhez hozzá tud szokni. Ez nem igaz. Lassan ölni tudnék már, és nem csak azért a sonka alakú felhőért. Mind gondolkozol? Á, mindig ugyanazom. Hogy kerülök ide? Mit csináltam, vagy nem csináltam? És hogy mit csinálnak ezek itt velünk? Azt mondják, Rákosiék háborúra készülnek. Titóék ellen. Mindenki be van szarva. És nekem ez mi közöm van? Vagy magának? Vagy szegény Julinak? Ez nem erről szól. Ez megtorlás. Ezeknek is fel kell mutatni valamit. Hogy nekünk is van táborunk. A vörös diktatúra kitalál valamit, ezek meg végrehajtják, mert félnek. Na, jönnek a köztörvényes barátaink. Soknak az a bűne, hogy olyan lakásban élt, amire valaki szemet vetett, és megszerezte. Az a magas férfi. Túl lelkiismeretesen védett egy osztályellenséget. Az ott egy ékszerész neje. Az meg egy étterem tulajdonos, és hortista. Bezsule János és a felesége titóláncos kutyája. Mert kapcsolatot tartanak a vajdaságban élő szüleikkel. Sok itt a kulák is. Pali bácsi ecetgyáros. Az is baj? Semmi nem baj. Csak az, amit ők úgy gondolnak. Vannak itt papok, cselédek, értelmiségiek, trockisták, cionisták, nacionalisták. Csapós annyi ellentmondott a párttitkárnak. Sára nénéd meg imperialista ügynök, mert a testvére Grácsban él. Hajdu Géza meg a munkásosztályt eláruló álfasiszta, szociáldemokrata. Hallom, hogy magyarul beszél, de egy szavát sem értem. Nincs mit szégyelni, fiam. Akinél fegyver van, az se érti. Menj oda édesanyádékhoz. Nézd már, egy csirkecomb alakú felhő. Az lesz a vacsorám. Ne simogassa az Úristenit! Csapjon oda neki, hogy megemlegesse! Nem! Mi az, hogy nem? Könnyen közéjük kerülhet parancs megtagadásért. Mi a jelszónk? Mi? Ne csak őri... Hangosabban! Ne csak őrizd! Mondom, hangosabban! Különben rajtad mutatom meg, hogy kell verni. Ne csak őrizd, gyűlöld. Úgy van!
Ne csak őrizd, gyűlöld! Hát gyűlöld, basszák meg! Mit művelnek maguk? Ez a gyerek nem csinált semmit. Csak egy tojást evett. De lopott. Mert éhes! Hát milyen emberek maguk? Maguk nem is emberek, hanem állatok. Mit merészelsz? Na nézd már! Kinyitottad a pofádat? Hát igen. Nem szabad lebecsülni az ellenséget. Vigyétek! Kérem! Szabad kezet kaptok! Ne bántsák! Csak a fiát védi! Mi megtakarodjatok! Na gyerünk! Most már mehetsz. Édes jó Istenem! Mit csináltak veled? Mit tettek? Úristen! Ne mondja meg! Ne mondja meg! Szervusz! Jó napot! Miért mondod, hogy jó napot? Mert nem ismerlek. Nemes András. A munkásoknak viszed? Igen. Nagyon sokat isznak ilyenkor. Füvet kasszálunk. Mersz nekem is? Honnan jöttetek? A Dunántúlról. A Dunántúlról? Igen. Miért csodálkozol? Nem tudod, hogy hol van? De tudom. És ha onnan jöttetek, miért jöttetek? Nem jöttünk. Hoztak. Úgy, hogy nem magatoktól jöttetek? Úgy. Rendőrök hoztak. Vonattal. Bűnözők vagytok? Persze. De ezt csak neked mondom. Másnak ne áruld el. Mit követtél el? Hát, veszélyeztettem a népi demokráciát és az állambiztonságot. Hogyhogy veszélyeztetted? Hát, azt mondják, hogy láncos kutya vagyok. A Titóé. Igen. Igen. De Zsóka néni most született csecsemőiről is azt mondják. És mit csináltál? Semmit. Semmiért nem hoznak ide vonattal? Hát látod. És mikor jöttetek? Jobb neked, ha nem is tudsz semmit. Hallottuk mi is, hogy itt a tanyán valami tábor van. Ott vagy? Meg akarsz öregedni? Én nem kíváncsiskodom, csak azt mondd el, hogy... Elmondom, ha megint eljössz ide. Eljössz? Aztán minek? Hogy gyönyörködjek benned. Majdnem olyan szép vagy, mint a pusztai nap felkelte. Csak majdnem. Nem, sokkal szebb vagy. Csak nem akarom, hogy már első alkalommal elvízd magad. Miért? Lesz második is. Ha eljössz. Talán. Várni foglak. Szervusz. Szervusz. Gyerünk, öcsös, azzal a vízzel!
Tomjas a torok meg a tokmány is. Ez jól esett, de legközelebb gyorsabb legyél. A brigádvezető már morgott, hogy megint szóba álltál egy tanyasival. Nagyon messze van az akút. Sokkal messzebb, mint ahogy látszik. És egy gyönyörű délibábot is láttam. És hogy hívták azt a délibábot, Zsuzsika? Vigyázz, fiam, ezek mindent látnak. Emberek, a mai napon látogató fogadást hajtunk végre. Maguk rendőri kísérettel kivonulnak a kiserdőbe, és ott fogadhatják a látogatóikat. Ez óriási ajándék a népi demokráciától. A tábor életéről nem pofázunk. Nem állíthatok rendőrt mindegyikük mögé. És nem beszélünk Jugoszláviáról sem. És nem hangzik el államellenes szöveg, ugye? Nem panaszkodunk, hogy éhezünk, mert ugyebár az nem igaz. És ha kinti életről rosszat hallanak, azt nem hiszik el, ugye? Azért, ha nem vagyok ott magukkal, én mindent látok és mindent hallok. Na, tűnés! Egy órájuk van. Addig nyavajoghatnak a hozzátartozóikkal. Örülök, Balázs, hogy itt vagy. Te vasutas vagy. Könnyebben jöttél. Könnyen is. 8 óra az 8 óra. Még Nagykanizsáról is. De nagyon boldog vagyok, hogy eljöttem. Üdvözöl mindenki, apád, anyád, Kató, Marika. Feri fiú meg úgy látszik, muzsikus lesz. Már Pesten van az akadémián. Mi újság van odakint? Mit tudnak rólunk? Nem sok jót mondhatok. Az országon belül nem hallani semmit veletek kapcsolatban. Még kérdezni sem lehet. Amerika hangja bemondta, hogy elhurcoltak a jugoszláv hatásából embereket, valószínűleg a Hortobágyra. Ti vagytok a nép ellensége. De otthon se jó, nem? Állandóan félünk, az emberek nem bíznak. Mindenki tart mindenkitől. Csak óvatosan merünk beszélni, mert nem lehet tudni, hogy ki mire képes. Még az is kiszámíthatatlan, hogy a párt kit tart ellenségnek. Csak halka. Hát ez nem sok reményt jelent. Mami, vigyél haza! Édesanyám, én ezt nem fogom kibírni. Mindent kibírunk, lányom. Mindent. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félixi cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. Ne mondja már, Géza bá, ez a terület teljesen alkalmatlan rizstermelésre. De bizony, itt a Hortobágyon rizsföldeken is dolgoztatnak. Honnan tudja? Hallottam. És gyapott földek is vannak. Gyapott föld, itt.
ezen a tájon. Teljesen értelmetlen. Ki talál ki ilyen ostobaságokat? Maga szerint? Milyen kár, hogy nincs Szibériánk. Milyen kár, hogy nincs Szibériánk. Szabad. A jó édes anyába tűnhetett. Hogy számolok el egy szökött emberrel a belügyminiszter bajtás előtt? Szét fogja rúgni a seggemet. De akkor lelövök mindenkit. Parancsnok elvtárs, el kell ezekkel számolni? Aztán meg hova mehetnének? Kis börtönből nagy börtönbe? És itt még enni is kapnak. Akkor meg minek szökni? Még egyiknek se sikerült. Azért csak tüntessenek el minden nyomot. Rohadt csetnik banda. Képpisztolyjal kéne leszedni mindet! Aki meg kérdezősködni, mert utána... Jelenten tudom, parancsok elvtárs! Azokkal fogjuk megzsírozni a földet. Helyes. Lelépni! Azonnal intézkedjen! Ha már fenyőfánk nincs, legalább hó lenne. Ja, kisapám, neked még hús jár. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. Istennek fia, aki született jászolyban, jászolyban, ő lesz ennéktek üdvözlő.
Miért jársz te a Molnár tanyára? És kivel beszéltél? Senkivel, csak segítettem. Hazudsz, kis szarházi! Ezt tudod, hogy ez szökésnek számít? És tudod, hogy mi jár a szökésért? Tessék! Parancsnok elvtárs! Mit akarsz? Parancsnok elvtárs! Tragédia történt. Micsoda? Elfelejtett megverni. Nem érted, te idióta bará! Meghalsz, Stalin elvtárs. Mindennek vége. Vége. Igazán vége. Az igazságügy miniszter is utasítást kapott a minisztertanástól, hogy sürgősen dolgozzon ki törvényjavaslatot az amnestiára, továbbá készítse el az internálás intézményének megszüntetésére vonatkozó jogszabályt és a kitelepítettek letelepedését szabályozó végrehajtási utasítást azzal, hogy a minisztertanács még július hóban kiadhassa a megfelelő utasításokat és hozzákezdhessen azok gyakorlati végrehajtásra. Nagy Imre amnestiát hirdetett. Szabadok vagyunk. Édesanyám, hazamehetünk végre. Veletek. Hová mentek? Nem tudjuk. Haza nem lehet. Semmi nem maradt. Hát ti? Mi maradunk. Hát ha. Isten áldjon. Talán még találkozunk. Kényszerlakhelyhez kötöttségét megszüntetett.